tisztelettel köszöntöm 107 című rendőrségi magazinunk kedves nézőit. A következő percekben a Tapolcai Rendőrkapitányság területén történt fontosabb rendőri események rövid összefoglalóját hallhatják. Két időskorút is megkárosítottak azok a trükkös tolvajok, akik tavaly decemberben látogatták meg áldozataikat és több százezer forinttal távoztak. A 42 éves kaposvári El József és fia első ízben 2012. december 10-én a délelőtti órákban keresett fel Kékkuton egy 82 éves idős nénit, aki jóhiszeműen be is engedte őket házába, mivel postásnak adták ki magukat. Amíg egyikőjük folyamatosan szóval tartotta a sértettet, a másik észrevétlenül besétált a hálószobába, és az egyik szekrényből kivette a néni erszényét, amelyben közel 100 000 forint lapult. Egy héttel később pedig hegymagasról érkezett az állampolgári bejelentés, miszerint egy 91 éves idős bácsi megtakarított pénzét tulajdonították el. A gyanúsítottak munkásruhában érkeztek, majd elterelték áldozatuk figyelmét, és több százezer forintot vittek el. A sértettek pontos személyleírást adtak az elkövetőkről, ami segítette a beazonosításukat. Megállapítást nyert tehát a trükkös tolvajok kiléte, akik ellen büntetőeljárás indult. A Tapolcai Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vádemelési javaslattal továbbította a napokban a helyi járási ügyészségnek. A próbafülkében kicsomagolta, majd a kézitáskájába rejtve próbálta eltulajdonítani a közel 10 000 forintos fejhallgatót az a 24 éves badacsonytomai nő, akit az áruház biztonsági őre tartóztatott fel pénztártól való távozása után. A bolti lopás kísérletéről október 26-án az esti órákban érkezett a bejelentés a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletére. A kiérkező egyenruhások intézkedés alá vonták Kát Amarát, aki rögtön elismertetettét. Elmondása szerint a műszaki eszköz csomagolását eltávolította, a fejhallgatót kézitáskájába helyezte, és fizetés nélkül próbálta azt kivinni az üzletből. Az áruház kamera rendszerének felvételein tisztán látszódott, amint a gyanúsított egy bevásárlókosárral besétál a ruházati részleg próbafülkéjébe, majd onnan kevesebb termékkel jön ki, mint amennyit bevitt. Ezek után a pénztárhoz ment, és utána állította meg a biztonsági őr ellenőrzés céljából. A 24 éves bolti tolvaj ellen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt eljárás indult. Nagyobb értékre elkövetett lopás büntette miatt indult eljárás, majd vádemelési javaslattal zárult annak a 38 éves csabrendeki lakosnak az ügye, aki még 2012. december elején egy műemlékvédelem alatt álló ingatlanból 19. századbeli cserépkályhák darabjait tulajdonította el, és hatalmas hóban kordén tolta haza. Állampolgári bejelentés alapján vonultak tehát ki a rendőrök 2012. december 8-án a délelőtti órákban csabrendekre, és S. Attila felkutatására indultak. A gyanúsított házának udvarán aztán meg is találták a kétkerekű kézikocsit, benne a cserepekkel. Ezt követően intézkedés alá vonták a tolvajt, aki rögtön elismertetettét. Bevallotta, hogy a lakatlan házból a tulajdonos engedélye nélkül hozta el a műemléknek nyilvánított cserépkályhák darabjait, és még vissza is akart menni a többiért. Az ügyet hatóságunk október végén vádemelési javaslattal adta át a Tapolcai járási ügyészségnek. Három csomag fűszerpaprika őrlemény került elő kabátja zsebéből annak a 39 éves tapolcai lakosnak, akit az egyik helyi áruházban fogtak el a rendőrök. A bolti lopásról az üzlet biztonsági őre értesítette a rendőrséget november 3-án a késő délutáni órákban. Elmondása szerint arra lett figyelmes, amint a gyanúsan viselkedő férfi a fűszerek közt matat, majd néhány csomagot a kabátja alá rejt. A pénztártól persze fizetés nélkül távozott, és a boltból kifelé menet tartóztatta fel a biztonsági őr. A bolti tolvaj előállítását követően őrizetbe vették, ellene szabálysértési eljárás indult. A sümegi egyenruhások orvhalászaton értek tetten október közepén 16 óra körül négy férfit Veszprém Galsa belterületén, akik a saját maguk által fadarabra rögzített függönyből készített halászhálóval kíséreltek meg halat fogni a kígyós patakból. Ó. József, 32 éves, és K. Attila, 25 éves tapolcai lakosokat, valamint B. Zsolt, 37 éves egerbaktai lakost, a rendőrök elfogták, majd a sümegi rendőrösre erőállították, ahol a bűnügyes kollégák őket gyanúsítottként hallgatták ki.
A négy férfi ellen orvhalászat vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a sümegi rendőrös. A Tapolcai Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya vádemelési javaslattal zárta azt a büntető eljárást, amelyet 3-20 éves fiatal ellen folytatott lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozás adatai szerint a két soproni fiatal, a 19 éves C. Marcel Huba és a 18 éves H. Márton Ede, valamint harmadik társuk barátaikkal érkeztek június végén egyikük szüleinek badacsonyi nyaralójába. A délután folyamán a hétfőből álló társaság közös programot szervezett, lementek a helyi strandra, ahol sötétedésig maradtak. Már sötétedett, amikor a vízből kijöttek és indultak volna haza, ám ekkor a három gyanúsított a strand területén lévő koktélbár tároló szekrényét megrongálta, először berúgták, majd kifeszítették annak oldalát, és onnan szeszes italokat, üdítőket, valamint több üveg cukorszíropot tulajdonítottak el, de még a szívószálakat és a műanyag poharakat is magukkal vitték. Amit első körben nem bírtak el, azért később még visszamentek. A három fiatal azért bukott le végül, mert a velük együtt nyaraló barátaik a cselekmény súlyát felismerve a hajnali órákban megpróbálták visszavinni és visszatenni a koktélbár italos standjába az eltulajdonított tárgyakat, de az akkorra már lelakatolt főbejáratnál összetalálkoztak a biztonsági őrrel. A kaput zörgető négy fiatal történetét, miszerint az italokat a közeli sétány mellett az egyik árokban találták, a biztonsági őr valószínűtlennek találta, ezért értesítette a rendőrséget. A nyomozás a napokban lezárult, az ügyben keletkezett iratokat hatóságunk a Tapolcai járási ügyészség számára továbbította. Felhívjuk a tisztelt dohányból tulajdonosok és eladók figyelmét, hogy Veszprém megyében sajnálatos módon megszaporodott a dohányboltok sérelmére üzletszerűen elkövetett csalások száma. A feltehetően külföldről érkező elkövetők a térségben működő dohányboltokat keresik fel, majd pénzváltást kezdeményezve megtévesztik az eladót és több tízezer forinttal távoznak az üzletből. Kérjük, amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló jellegű bűncselekményt észlelnek, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 107, illetve 112-es ingyenesen hívható segélyhívók valamelyikén, vagy hívják a Tapolcai Rendőrkapitányság ügyeletét a 87-es körzetszámú 412-322-es telefonszámon. Kérjük továbbá, hogy az elkövetők azonosításához szükséges személyleírást, illetve ha gépkocsival érkeznek, a járműrendszámát jegyezzék fel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Két hét múlva ismét várom Önöket a képernyő elé, városunkat és a környező településeket érintő fontosabb rendőrségi híreinkkel.